Az Újvidéknél mért mindenkori legkisebb vízállás mínusz 65 cm volt. Igaz, hogy ez a negatív rekord nem dőlt meg, de az idei nyár vízállása igen alacsonynak mondható. Míg Baján és Mohácson rekord alacsony vízállást jegyeztek. Hogy mit tenne jót a Duna vizének? Egy kiadós csapadék a hegyvidéki vízgyűjtő területeken biztosan, hiszen a síkvidékek elhullott csapadék nem duzzasztja meg a folyó vizét, hangsúlyozta Búzás Mihály, a folyó igen jó ismerője. A jelenlegi alacsony dunai vízállás az jobb, hogyha hozzászokunk, mert egyre gyakrabban lesz ilyen. A Kárpát-medence éghajlata ugyanis abba az irányba mozdult el, hogy egyre gyakoribbak lesznek a rövid lélegzetvételű, ugrásszerű áradások és a csökönyös, hosszantartó aszályok, ami kis vízállást eredményeznek. Tehát rövid időtartamú nagy vizeink lesznek, és hosszú időtartamú, rendkívül kis vizeink. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy vizek nagyobbak lesznek, hanem hogy gyakoribbak lesznek, viszont a kis vizek lesznek egyre kisebbek. Hajózás ilyenkor leáll. A dunai hajózás, gondolok itt a Közép-Dunára, Közép-Duna az nagyjából Dévénytől van ott, vagy mondjuk itt Pozsonytól, azt könnyebben megtaláljuk a térképen, és az Alduna végéig. Az Alduna vége, mondjuk a román oldalon Szörényvára, a szerb oldalon mondjuk Ladovo, nagyjából. Ezt nevezhetjük Közép-Dunának. Ez a Duna, Közép-Duna olyan a meder, hogy itt ideálisnak számít az, hogyha 25 deciméteres merülési mélységgel hajózhatnak a hajók. Ebben a pillanatban még 20-szal se hajózható a Közép-Duna. Szerintem olyan maximum 12-től 15 deciméterrel, tehát félig terhelt huszályokkal hajózható volna, hogyha teljes szakaszra érvényes volna ez. Ha a legutóbbi napok esőzései lejutnak a főmederbe, 1-1,5 méterrel megemelkedhet a Duna vízszintje, de ez természetesen még változhat.